Egy nap az egészségért, többek között szűréssel, életmódtanácsokkal várták az érdeklődőket a hétvégén a Humán Civil Házban. Nyitnak a strandok, a tófürdő már a hétvégén fogadott vendégeket, a szombathelyi fürdők a tavainál jobb szezonra számítanak. Szavária táncverseny. Európa legjobb táncosai léptek parketre Szombathelyen. A magyar páros a középdöntőig jutott. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Együtt a család a segítőkkel. Ezzel a mottóval rendezte meg a hétvégén nyitott napját a Humán Civil Ház a Szombathelyi Egészségnapok keretében. Az érdeklődőket sok más mellett egészségügyi szűréssel, életmódtanácsokkal és mozgás lehetőségekkel várták. Megtelt a Humán Civil Ház udvara szombaton. Az intézményben működő önsegítő szervezetek, közösségek közül 30-an mutatkoztak be. A Derkovicsi háztartások 1500 háztartásának adtak be meghívót, és hát nagyon remélik, hogy minél többen meglátogatják ezt az udvart. A különböző mozgásformák közül a gerinctornát is bárki kipróbálhatta. Természetes, hogy beálltam közéjük, hát igazából valóban minden izmot megmozgatnak, úgyhogy azt hiszem egy 5 percet kellene erre szánni néha, vagy akár minden nap reggel egy 5 percet, hogy egy kicsit az ember ráncba szedje magát. A civilházban a rákos, az asztmás vagy allergiás és az SM betegeknek is működik önsegítő klubja. Tőlük is hasznos tanácsokat kaphattak, akik egészségesebben szeretnének élni, vagy valamilyen tartós betegséggel küzdenek. Nem csak a gyógyszeres kezelés és ilyen injekciós, ilyen immunmoduláns kezelések, hanem nagyon fontos a mozgás, hogy szinten tudjuk tartani a betegséget. A lányom cukorbeteg, és hát ez vitt rá arra, hogy egy kicsit eszmét cseréljünk az egészséges életmódról. A legnépszerűbb téma az egészséges táplálkozás volt. A lisztérzékenyeknek és a cukorbetegeknek készültek ezek a kakaós csigák és a brokkolis köleses muffinok, amelyekből a kóstoló mellé receptet is kaphatott, aki kért. A gombaklub változatos ételeit is meg lehetett ízlelni. Velős gomba, amit kenyérre kenünk, van pizzakrém, amit meleg szendvicsbe teszünk bele, és mivel gyógynövénnyel is foglalkozunk, gombás palacsintát hoztam Eperlekvárral még mellé. Tanácsokkal és szórólapokkal látták el azokat, akik le akarnak szokni a dohányzásról. A családban a főm is, meg a húgom fia is dohányz, és meg öcsém, meg a sógornőm is, de hát nem nagyon tudnak leszokni róla. Az egészségnapon a testi-lelki harmónia jegyében hastánc bemutatót és egy kis oktatást is szerveztek, a gyerekek pedig az ugrálóvárnak örülhettek. Hasonló program legközelebb 3 hét múlva az Arborétumban és a moziban várja az érdeklődőket. Szombathelyen rendezték a hétvégén a Felső Duna régió nagy családosainak találkozóját. A gyerekeket és a szüleiket is változatos programokkal várták a szervezők, az idén 25 éves Alpokalja Egyesület tagjai. A Vörös Sándor óvoda csoportja műsorral köszöntötte a nagy családosokat. Az idén az árvíz miatt a szokottnál kevesebben érkeztek a Felső Duna régió nagy családos találkozójára. Ezen a találkozón megismerkedhetnek egymással családok, gyermekek, és igazából az együttlét, a közös programok, a közös szórakozás, a közös játékok feletti öröm az, ami ennek az értelmét adja. Kapcsolatépítésbe is mindenképpen jó. A találkozó résztvevőit Puskás Tivadar polgármester is üdvözölte, aki a család értékeket átörökítő szerepét hangsúlyozta, és köszöntötte az idén jubiláló szervezőket. A Szombathelyi Nagycsaládos Egyesület 25 éve alakult, azóta fogja össze a 3 és több gyermekeseket. Azért jó, hogy vannak testvéreim is, meg tudok játszani valakivel is. Sosem szoktál unatkozni? Nem szoktam unatkozni, sose.
Rendszeresen járunk különböző rendezvényekre, voltak ilyen télapó ünnepség, volt ilyen kerti parti az egyesületnél, és jó kis csapat jött össze, akikkel tényleg öröm együtt lenni. A családokat most is változatos program várta. A gyerekek sportolhattak, játszhattak, kipróbálhatták az íjászkodást, de kézműves foglalkozást, arcfestést és rajzversenyt is szerveztek nekik. Megnéztük a tűzoltóautót, mentőautót, hallgattuk a bemutatókat. És most? Most meg a rajzverseny, ami a téma. Igen, a családról rajzolnak a gyerekek. Én egy karácsonyunkat rajzolom le, amikor megjött a kiskutyánk, Sophie. Ez egy nagyon-nagyon jó élmény volt nekem, és ez volt a legjobb karácsonyom eddig. Az egész napos program keretében szociális fórumot is szerveztek, és akinek kedve volt, Szombathely látnivalóival is megismerkedhetett. A 303-ban az ókori Szaváriában halálra ítélt püspökre, Szent Quirinre emlékeztek vasárnap Szombathelyen. Délelőtt ünnepi szentmise volt a szalézi templomban, délután pedig az Óperint utcai emlékhelyen idézték fel vértanúságát. A szaváriai helytartó sem ígérettel, sem fenyegetéssel nem tudta rábírni Quirin püspököt arra, hogy áldozzon a pogány isteneknek. Ő álhatatosan ragaszkodott keresztény hitéhez. A több mint 1700 évvel ezelőtt történteket örökíti meg a szalézi templom főoltárképe, és erre emlékeznek a hívek minden évben június elején, Szent Quirin vértanú halálának évfordulóján. Az idén Bayi János, a szalésziak korábbi plébánosa idézte meg az egykori püspök rendíthetetlen hitét. Mert Istennek a segítségével a hagyomány szerint, amikor vele vetették a hullámokba, nyakába akasztották a malomkövet, az nem süllyedt el vele, hanem volt még alkalma arra, hogy bátorítsa az embereket, hogy segítse őket, hogy ne tántorodjanak el az igazságtól. A szaváriai vértanú napját a horvátok is számon tartják, hiszen Quirin a horvátországi Sziszek első püspöke volt. Az ünnepre Burgenlandból is érkeztek vendégek, és voltak, akik gyalogosan zarándokoltak Sopronból Szombathelyre. Ezzel az úttal azt szerettük volna szimbolizálni az utolsó útját, utolsó nagy útja Skarbanciából Szaváriába vezetett, a régi Borostyánki úton, ez 58 kilométer, mi körülbelül ezen a vonalon jöttünk ma. Quirin alakja csak nem feledésbe merült az elmúlt évszázadokban, pedig jelentősége ebben a régióban Szent Mártonéhoz mérhető. Pannoniában ő alapozta meg a kereszténységet. Mindig megdöbbennek, hogy 1700 év távlatából szabad kell emlékezni egy ilyen hősies történetre is, ami nem annyira a hősiességét jutatja nekem eszembe, hanem a szeretetnek ilyen hatalmas fokát. Az Óperint utcai emléktáblánál a város polgármestere, valamint több egyházközség és a horvát kisebbségi önkormányzat képviselői helyeztek el koszorút, majd a szalésziak búcsúi rendezvénye a rendház udvarán kerti ünnepséggel folytatódott. Hétvégén már sokan kihasználták a meleg időt és strandoltak a tófürdőn. A termálfürdő június 15-én nyit. Szórakoztató és egészségmegőrző programokkal várják majd a látogatókat. Június 8-ától szombattól már várja a vendégeket a tófürdő, vagyis a télies tavasz ellenére a tavainál korábban kezdődhetett a szezon. Mindenféleképpen csak a jó időbe bízhatunk, és remélem, hogy a tavalyi évnél eredményesebb lesz a szezon, ami azt jelenti, hogy 40 ezer fő fölött szeretnénk, hogyha jönnének látogatók a fürdőre. Erre minden esély megvan, ugyanis már ebben a több mint 300 fővel már jobban állunk, mint a tavalyi szezonban, ugyanis tavaly még később tudtunk nyitni, csak 16-án, tehát én nagyon-nagyon bizakodó vagyok. A túlfürdőben a belépők ára az infláció mértékében emelkedett, kivéve a diák jegy árát, az nem változott, ahogy a termálfürdőben sem drágultak a jegyek idén. A termálfürdő egyébként a 2012-es nyári szezonban több mint 61 ezer vendéget fogadott. Idén is hasonló forgalmat remélnek, és már felkészültek a június 15-i nyitásra. Teljes készültségben várják a látogatókat a szabadtéri medencék a termálfürdőben. Egész hétvégén, az a szombat, vasárnap is egészségmegőrző programokkal, illetve különböző gyerekeknek szóló rendezvényekkel, illetve játékokkal, programokkal próbálunk kedveskedni majd kedves vendégeinknek, úgyhogy reméljük, hogy egyrészt az időjárás, másrészt meg a rendezvények kárpótolják majd vendégeinket. A hét elejé előrejelzések szerint a hétvégén beköszönt az igazi nyár. 27-30 fokos melegben, száraz időben pihenhetünk a szombathelyi fürdőkben.
Szenvedélyes rumba, játékos jive és légies keringő. Latin és standard táncokban mérték össze tudásukat a táncosok az idei 10 tánc Európa bajnokságon. Harmadik alkalommal adott otthon Szombathely a viadalnak a 48. Szavária táncverseny keretében. A riói karneválok hangulatát idézte az első pergő ritmusú szamba a sportházban. Már a délutáni elődöntőben is izzott a levegő, és nem csak a parketten. Élsportolóknak kijáró lelkesedéssel szurkoltak a nézők az egymást váltó pároknak. Az egész családunk nagyon szereti a táncot, és most van egy magyar páros, egy szentesi páros, akinek jöttünk szurkolni. Nekem is mind a két gyermekem táncol, a 20 éves és meg a 11 éves is. A 48. Szavária táncversenyen Európa bajnokságot rendeztek 10 táncból. A kontinens legjobbjainak latin és standard kategóriában is 5-5 táncban kellett remekelni. A zsűri közben a tánctartást, a lábtechnikát, a ritmikai változatosságot és a tánc karakterének megfelelő előadásmódot figyelte. 31 pár nevezett erre a versenyre, 31 ország delegálta a bajnokait, illetve a ranglista vezetőit, tehát az elmúlt 5 év legszínvonalasabb szavária táncversenyének lehetünk most idén tanúi. A magyar páros szinte minden látványos mozdulatát újongás fogadta. 19 évesen ők voltak a mezőny legfiatalabbjai, akik felnőtt versenyen most először képviselték Magyarországot. 4 éve táncolunk együtt, azelőtt is ismertük már egymást, de mióta együtt táncolunk, szerintem nagyon nagy összhangba kerültünk Bercivel. Szerintem a standardban nekünk a tangó, ami nagyon karakteres, és ezt én szerintem nagyon jól elő tudjuk adni, mert meglátjuk, hogy a közönségnek hogy fog tetszeni. Latinból pedig ez a játékos jive, ez a kis rugdosós, pörgős, az nagyon szeretjük ezt a táncot. A versenyt végül a német páros nyerte, de a 13-as szám a magyar táncosoknak is szerencsét hozott. Életük eddigi legkomolyabb megmérettetésén bejutottak a közép döntőbe. Megnyerte a bajnokságot, azt követően pedig sikerrel vívta meg a Szeged elleni osztályozót a Vasi Sportakadémia női röplabda csapata. Mucsi Péter tanítványai így ősztől az élvonalban szerepelhetnek. A gárda tagjai Puskás Tivadar polgármestertől vehették át az aranyérmeket. Óriási fölénnyel veretlenül nyerte meg a Vasi Sportakadémia női röplabda csapata az MB2 nyugati csoportjának küzdelmeit. Mucsi Péter tanítványai ünnepélyes keretek között a Sugároti Sportcentrumban Puskás Tivadar polgármestertől vehették át aranyérmeiket. Büszkék lehetünk és büszkék vagyunk. Mi szombathelyiek, hogy ismételten a csapatunk ott van, ahova való, az MB1-ben a legjobbak között. Én nagyon örülök neki, hogy veretlenül ráadásul a felnőttek is, meg a juniorok is. A szombathelyi csapat a szezonban végig kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. A gárda játékában nem voltak hullámvölgyek, ami főként annak köszönhető, hogy mind mentálisan, mind pedig fizikálisan remekül felkészültek a bajnokságra. Nagyon sokat edzettünk, egy nagyon jó csapatot sikerült végre összehoznunk erre az idényre. És tényleg csak az edzés, heti 5-öt edzettünk, és meg lett végre a gyümölcsem. A Vasi Sportakadémia a bajnokság megnyerése után a Szeged elleni osztályozón kiharcolta az NB1-be jutást. Az élvonalbeli szereplés azonban nagyon komoly anyagi terhet jelent majd a klub számára. A jelenlegi állás szerint összejöhet a pénz az NB1-re. Úgy készülünk, hogy NB1-be fog jövőre szerepelni a csapat, úgyhogy ennek a lépéseit, vagy az ehhez vezető útnak az első lépéseit megtettük. Önerőből nem valószínű, hogy meg fogjuk tudni tenni ezt, az első évben mindenképpen kell a város erkölcsi és bizonyos mértékű anyagi segítsége is. Az élvonalhoz némileg át kell alakítani majd a gárda keretét. A Vasi Sportakadémiánál abban bíznak, hogy a játékosok zöme marad, és melléjük sikerül majd pár húzóembert is igazolniuk. Ebben az esetben nem lehet gond a bentmaradás az NB1-ben. Közel 100-an vettek részt azon a sportnapon, amelyet az Írott Kő Naturparkért Egyesület az IGEN projekt keretében szervezett Kőszegen. A legtöbben a kispályás labdarúgásra és a tekére jelentkeztek.
Az IGEN projekt negyedik állomásaként sportnapot szervezett az Irotkő Naturparkért Egyesület. A rendezvényre főként Kőszegről és a környékbeli magyar településekről jöttek résztvevők, de volt olyan sportág, melyre Ausztriából is érkeztek sportolók. A mai nap az IGEN sportnap, amelyet az IGEN projekt keretében valósítunk meg. Az IGEN maga ez a szó, ez egy mozaik szó, ami az Irotkőg és Riebenstein Naturparkra utal. Ez egy osztrák-magyar közös projekt. Nagyon sok eleme van még egyébként ennek a pályázatnak. Ez szerintem az egyik leglátványosabb ez a mai napi. Az IGEN sportnapot a kőszegi és a sporttelepén rendezték meg, melyen rendkívül sok a zöld terület, fás, ligetes rész. Ha elnézünk, ez egy 3 hektáros zöld terület, mögöttem, előttem, hátul, jobbra-balra, mindenhol rengeteg fával, gyönyörű sportlétesítményekkel, és azt gondolom, hogyha felhívjuk az embereknek a figyelmét arra, hogy Kőszeg városa és az Irotkő Naturpark Egyesület ilyen kiváló sportlétesítményekkel, zöld területekkel rendelkezik, akkor biztos, hogy az emberek szívesen részt vesznek másfajta naturpark programokban is. A sportnap keretében a résztvevők 4 sportág közül választhattak. A legnépszerűbbnek a kispályás labdarúgás bizonyult, melyre összesen 10 csapat adta le a nevezését. Ezen kívül még tekében, teniszben versenyezhettek a résztvevők, és játékos sportversenyben is összemérhették erejüket a csapatok. Elsősorban remek időjárás van, jó idő van, süt végre a nap, aztán másodszorban pedig ingyenes, így bármelyik csapat bárki nevezhet, így tényleg azt mondható, hogy remek csapatokkal játszunk. Úgyhogy én örülök neki igazából. De még az is nagyon-nagyon jó szempont, hogy igazából végre kimozdulunk, és a baráti társaság is együtt van. Az Irotkő Naturparkért Egyesület által szervezett IGEN sportnapon közel 100-an töltöttek el sportolással egy jó hangulatú napot a természetben, a zöldövezetben. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. A legfontosabb események összefoglalói megtalálhatók az interneten a www.stv.hu címen. Híradunkat óránként sugározzuk, friss hírekkel hétköznaponként este 6 órától várjuk Önöket. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!